szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 470-es énekünk első versét énekeljük. A 475-ös ének így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem. Segítségül mi nékünk.
alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonság tételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 467-es énekünket énekeljük. A 467-es énekünknek énekeljük az első 5 versét, mely így kezdődik: Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.
felséges Istenünk, mennyei Atyánk, hogy Te előtted annyira fájdalmas, megrendítő, annyira elkeserítő, amikor rádöbbenünk, hogy üres a lelkünk, és már nincs benne félelem se, bánat se. Nincsenek már, Uram, terheink, amit a múlt ránk tesz, és mi édes teherként hordozzuk azokat. Anya, szomorú visszatérni, belépni üres lakásokba. Úgyhogy csak tárgyak maradnak, amelyek emlékeket hordoznak, és nincs ott, akivel megosztottuk az életet. Uram, nehéz érezni, hogy nem tartozik már sehova az életünk. Hogy elmentek azok, akik annyiszor imádkoztak, nyúltak utánunk, fogták meg a kezünket. Elmentek, és túl messze vannak. Messze, amit csak a hit útján, amit csak a lélekkel tudunk legyőzni. Ma így állunk meg Te előtted. És imádkozunk, hogy soha ne legyen üres lelkű, soha ne legyen ember, aki úgy érzi, hogy mindent elvettek, minden elveszett az életéből. Mert az a reménytelenségnek az állapota. Te jössz, Uram, és kéred, hogy nyissuk meg lelkünket, mert meg akarod tölteni új hittel, erővel, céllal, fénnyel, hogy legyen a sötétségben is látásunk. Így imádkozunk egy gyászoló családért, a két leánygyermekért, azoknak hozzátartozóiért, unokákért, akik keresik, melyik az a mozdulat, amelyen szépé tehetik egy édesanyának, nagymamának életét. Így imádkozunk, Uram, gyülekezetünk egyik tagjáért, a mi testvérünkért, aki az elmúlt héten Erdőszentgyörgyön állt meg, és szavak nélkül búcsúzott. Vagy összegyűjtötte azokat a drága kincseket, amelyeket elhozott magával, hogy legyen, amivel majd megterítse az asztalt. Így imádkozunk egy családért, aki egy év távlatából is érzi, nem múlt el az ő szerettüknek az élete, úgy, hogy nem maradt volna belőle kincs, érték, arcvonás, szó, amit nem felejtenek. Áld meg az ő emléküket, légy egy egyedül maradt férjel, két leánygyermekkel, akik közül egyik Svájcban, a másik itt Szovátán családjával, gyermekeivel együtt próbálja méltósággal hordozni nem csak az egy év gyászát és fájdalmát, hanem azt a szépet, ami ott van a szóban, amit édesanyjuktól tanultak. Magunkért imádkozunk. Tartsd meg a mi közösségünket, hogy érezzük, Te vagy az, aki hívogatsz, és Te vagy az, aki eljössz velünk, hogy ott légy minden nap a világ végezetéig. Amen. Kérem szépen, hogy ének alatt a gyerekek vonuljanak át a gyülekezeti terembe. Mi pedig készüljünk Isten igéjének a hallgatására a 168-as énekünk első két versével. A 168-as énekünknek
első és második versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts kiránk. Valamit szeretne tenni.
hogy megjavítsa, hogy szépé tegye az életet. Vagy talán csak figyelemkeltés véget teszi. Egy héten keresztül, mondom a példát, hallottuk a televízióból, olvastuk, talán interneten hívták fel a figyelmünket, hogy a házasságnak a hete van. És adásokban meghívottakkal arról beszéltek, hogy hogy lehetne ezt a sokszor formaivá vált emberi kapcsolatot, házasságot javítani. Egy héten keresztül felhívták az embereknek a figyelmét, nem kioktató jelleggel, hanem azzal, hogy minden ember beletekintsen az életébe, a házasságba, és felfedezze, hogy mi az, ami kimaradt. Na most testvéreim, így választottam én a mai ígét, mert nekem, mint lelkipásztornak egy közösséget kell megtartani, nekünk együtt. A feladatunk az, hogy megtartsuk úgy, ahogy a zsidókhoz írott levélben van a presbiterekhez intézett felhívás, hogy a rád bízott drága kincset, mondja Timóteusnak, őrizd meg a benned lakozó Szentlélek által, vagy mondja a presbitereknek, hogy ti arra hivattatok el, de ez a szülőnek, édesanyáknak, édesapáknak szól, hogy vigyázzatok, mert a sátán, ami magyarul diabolos görög szó, azt jelenti, hogy széttobáló, vigyázzatok, mert a 21. század észrevált lennünk, szétdobálja, szétszórja azokat a közösségeket, amelyeket olyan jó volt átélni, megélni, benne örömet találni. Ma arról szól ez az ige hirdetés, hogy tudunk-e közösséget teremteni, érezzük-e azt, hogy igen, mint egyének részesei vagyunk egy közösségnek, amit gyülekezetnek, Szovátai Református Egyháznak nevezünk. Közösség. Hogyha a Szentírásból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus életében egyszer sírt. Férfi gyengeség? Vagy sikertelenség? Könnyes szemmel írja a Szentírás, mikor ment, hogy életét adja, mi érettünk, visszanézett és könnyes szemmel mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint ahogy a kotló gyűjti össze az ő kis csirkéit, és ti nem akartátok. Vagy milyen szomorúan kérdezi az Úr Jézus a tanítványoktól, akkor, amikor beszél arról, hogy ő az életnek kenyere, és sokan megbotránkoznak benne, hogy hogy mondhat ő ilyent, és elhagyják. Szomorúan kérdezi a tanítványokat, hogy ti is el akartok menni. És azt mondja Péter, hát hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És sorolni lehetne testvéreim, nem csak a Szentírásból, hanem a mindennapi életből is, az, hogy lelkileg, nem az fáj az embernek, majd rádöbbenünk szülőként, vagy ha elfutnak az évek. Nem az a fájdalmas, hogy nem tudtunk akkora házat építeni, amelyet szerettünk volna. Nem az a baj, hogy nem tudtunk olyan autót venni, amit megálmodtunk, és sorolni lehetne anyagi dolgokat, karrier sikereket. Nem, egy emberi léleknek, ha van álmatlan éjszaka, vagy nyugtalanság, vagy őszinteség, amikor magunkkal sem merünk szembenézni, az fáj, hogyha rendbízott kis közösséget, a családot, a gyermekeinket, az unokáinkat nem tudjuk magunk köré gyűjteni. Jézusnak fájt.
hogy ő eljött, úgy, ahogy mondja a Szentírás, az életét is odaadta. Lemondott, mondja Pál apostol az ő isteni méltóságáról. Keresztet vett a vállára. Megkérdezte, hogy mit tehetek még, hogy meg tudjalak tartani titeket közösségben. És nem tudtuk a választ. Mi is a közösség? Hogyha keressük ennek a szónak, a fogalomnak a magyarázatát, hogy rádöbbenjünk, hogy mit is veszítünk, vagy mi az, amire szükségünk van, akkor az interneten, a Wikipédián azt mondja, hogy a közösségre jellemző, hogy a tagjai magánéletüket megosztják egymással. Tehát egy olyan emberi közösségről beszélünk, ahol nem csak úgy együtt eltelik az élet, mert úgy is eltelik sokszor az élet. Nem az a közösség, hogy egy lakásban élünk, és neked is van kulcsod, és nekem is, és együtt letesszük a fizetésünket, és sorolom. A közösség azt jelenti, hogy valamit az életemből, az örömömből, a gondjaimból, valamit, ami tudom, hogy a másiknak, egy szép szó, kell, tudok adni. De talán kifejezőbb, hogy mit is jelent a közösség egyházi meghatározásból, hogyha latinul mondom ezt a szót, mindenki érteni fogja, mondom magyarul is, mert latinul a közösségnek azt mondják, hogy communio. És van egy másik szó, ami így hangzik, hogy kommunikáció. A gyök, az alaptő az. És azt mondom, hogy közösség ott van, ahol közlés van. Egy emberi közösség ott létezik, ahol tudunk átadni valamit. Egy tekintetet, egy mosolyt, ahol tudunk elfogadni valamit. Közösség. Ma itt az Isten tiszteleten, Istentől nekem az a feladatom, hogy prédikáljak. És sokszor félre értettem én is, vagy félre értjük a prédikációt, mert azt mondjuk, hogy sok van belőle. Pedig a prédikáció nem más, mint az, hogy én kapok valamit az Úristentől, és azt mondja, na most add tovább. Ez az ige hirdetés. Rám bíz valamit az Úristen, és azt mondja, vigyázz, nehogy elfelejtsd, odaadni annak, akinek nagy szüksége van rá. Vigyázz, nehogy ne vedd észre, hogy valakinek oda kell add a szót, amiben vigasztalás van, a tekintetet, amiben ott van a bátorítás, közöld, add át, mert csak így tudsz közösséget teremteni, kommunió, kommunikáció által. De ugyanerről a közösség teremtésről beszél Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, amikor tanítványaival együtt van, és veszi a kenyeret, és egyenként adja. És mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És itt már eljutok oda, ahol kimondom, hogy tisztelt, szeretett, kedves testvéreim, nem az a meghatározó, hogy milyen élethelyzetből hívott ma ide az Isten, az is fontos. De érzed-e, tudod-e te, aki itt vagy ezen az Isten tiszteleten, hogy valamit rejár is bízott az Isten? Tudod-e, hogy te azért jöttél el, lehet, hogy tudat alatt valahol megragadott az Úristen, de azért vagy itt, hogy jelenléteddel
Átad ennek a gyülekezetnek szótlanul. Látjátok, hozzátok tartozom. Látjátok, fájdalom, gyász, összedomlott élet után is, látjátok, én bízom még az Úristenbe. Mindez utolért minket, mondja az egyik zsoltáros, és mégsem tagadtunk meg téged. Közösség veszélybe van. És hogyha a diagnózist megállapítjuk, akkor jön a második kérdés, ami jogos. Miért pont nekünk kell ezt a közösséget ápolni? Miért pont a mi feladatunk az, hogy 2014-ben, vagy egy életben úgy éljünk, hogy közösséget teremtsünk? Vannak nálunk ügyesebbek, vannak olyanok, akiknek vannak nagyobb lehetőségeik. Miért pontosan nekem hangzik az üzenet, hogy négy közösségteremtő erő, kapocs, láncszem, bármi, ami össze tud tartani emberi életeket. És erre a felolvasott igében van a válasz, és innen kezdjük az ige hirdetésnek az üzenetét, amikor azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket el. Tehát látjuk, testvéreim, hogy itt nem egy jaj kiáltás, itt nem egy segély kiáltás van, itt nem az van, hogy fuldoklik, haldoklik az egyház, és gyertek, segítsetek. Itt nem egy emberi vállalkozásról van szó, hanem itt arról van szó, hogy azt mondja az Úristen, hogy minden egyes emberi életet kiválasztott. Minden egyes emberi életet elrendelt az Úr. És mikor beszélek a közösségről, akkor gondoljanak a gyermekek szüleikre, édesanyjukra. Gondoljanak a szomszédukra, akikkel egy többházlakásban laknak. Gondoljanak azokra, akikkel együtt dolgoztak, és látják, hogy nyugdíjba menve az a másik végig sétál az utcán, és senki nem kérdezi meg, hogy hogy vagy. Mindenkit elrendelt az Úristen arra, hogy tudjon építeni velünk együtt egy közösséget. Kiválasztottalak. És hogyha én ezt a teológiai kifejezést, mert mondjuk úgy, hogy régebben sokat jelentett, hogy kiválasztunk valakit egy feladatra, büszkeséget, méltóságot, olyan nagy dolog volt, testvéreim. Én úgy visszagondolok, egyszer beszéltem is erről, milyen szomorú volt nekem a gyermekkorom az iskolában, amikor engemet nem választottak ki, mert én nem tudtam úgy hokizni, mint a többi, vagy nem volt olyan a testalkatom, csak úgy edzettem, benne voltam a csapatban, de mikor a nagy játékok voltak, akkor mindig ott kellett üljek a kis. Vagy gondoljanak csak hölgyek arra, amikor még voltak ezek a házi bulik, iskolai rendezvények, és ott ültek, és senki nem kérte fel őket táncolni, és akkor rögtön olyan kisebbségi érzéssel, befele fordulással, mi hát én nem vagyok szép, én nem tudok táncolni. Tehát valamikor az ember úgy vágyott, hogy ott legyen a kiválasztottak közösségében. Valamikor sokat jelentett érdemet, méltóságot, dicséretet, hogy igen, engemet is kiválasztottak. És ma ez a kiválasztás inkább teher, hagyjanak nekem békén, mert nem kell nekem a közös teher, közösség. Ezért most ezt a szót, hogy kiválasztottaknak, egy kicsit modernebbül fogom mondani, hát ha úgy belopakodik a lelkünkbe a vágy. És induljunk el, hogy Jézus Krisztus elhozott erre a földre, az emberek közé elhozott egy gyönyörű világot.
Elhozta az Isten országát, és azt mondja, hogy abban nincsen könyv. Abban boldogság van, abban mindenki belefér. És amikor Jézus azt mondja, hogy én kiválasztottalak titeket, akkor ő a búcsú beszédében mondja, elmegy az Atyához, és ez az utolsó beszéd a tanítványokkal, és akkor most nem így mondom, hogy kiválaszt Jézus, hanem mondom modernül, hogy Jézusnak van egy országa, és azt mondja, hogy szeretném, ha ti partnerek lennétek ebben az ország építésében. És azért mondom ezt a partnerséget, mert ha párhuzammal élek, és azt mondom, hogy képzeljük el, hogy valakinek van egy cége, mondjuk egy szállodája, vagy van egy valamilyen más, mondom a szállodát, mert Szovátán ebből van több. Ha valakinek mondjuk van egy jól menő, értéket jelentő cége, és azt mondja, hogy ez a cég megér 500 ezer eurót, és gyere, légy partner, nem kell betegyél egy eurót se. Nem kell tőkét befektessél, egy dolog kell, hogy gyere és úgy legyél partner, hogy dolgozzál tisztességgel, örömmel, szeretettel ebbe a cégbe. És a haszon, nekem nem kell semmi, mondja az a tulajdonos, mind a tiéd lesz. Nekem nem kell, te egy lejt befektessél, sőt, nem csak a te, amit te dolgozol, hanem az, amit én is teszek, minden reát fog maradni. Hát ki a testvéreim, aki egy ilyen partnerségi felajánlást visszautasítana? Ki az, aki azt mondaná, hogy hát ez egy rossz befektetés? És akkor tessék elképzelni, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy itt van az Isten országa. Ő, mint tulajdonos, dolgozik az Atya előtt érettünk könyörgésével közbejár. Ő mindent megtett, és azt mondja, hogy minden, ami haszon, mert a Heidelbergi kertében háromszor is kérdezi, hogy mi haszna, hogy Jézus feltámadt, hogy elment a mennybe. Azt mondja, minden haszon a tiéd lesz. Reát hagyom ezt az országot. Ezért mondom, hogy nem a kiválasztásnak tudatával, hanem a mai üzleti gondolkodás, merkantilizmus, így mondják és jellemzik a világot, az üzleti vagy profizmussal dolgozók, igen testvéreim, ma itt a felolvasott igéd azt mondja, hogy partnerséget ajánlok fel neked. Megkérdezem, akarsz-e, mert a partner azt jelenti társam lenni, részvényesem lenni. Akarod-e a gyermekednek, az unokádnak, legyen majd neki, amit ráhagysz, hogy ne mondja, hogy semmit nem örököltem. Jézus Krisztus azt mondja, hogy kiválasztottalak. És ez a kiválasztás ott csúcsosodik ki, amikor azt mondja Jézus, hogy nem mondalak titeket többet szolgáknak, hanem barátaimnak nevezlek titeket. Tehát ebben a partnerségben már nincs alá és fölülrendeltetés. Ebben az Isten országának az építésében nincs olyan, hogy te vagy Uram a főnök, és mi, mint kis szolgák, hogy elvégezzük az alantos munkát. Nem, itt egyenjogúság van. Azt mondja, hogy barátaimnak nevezlek titeket. És itt el lehetne menni ennek a szónak, a fogalomnak az értelmezésével, de az eredeti görög szövegben János apostol ezt a szót, hogy barátaimnak nevezlek, ezzel a görög szóval fordítja, vagy jelöli, amikor azt mondja, hogy filosz. Mint hogyha a barátságnak egy új értelmet adna, mert a fileó igéből származik, és azt jelenti, hogy szeretett személy.
Amikor azt mondja, hogy nem mondalak titeket többé szolgáknak, és azt mondja, hogy barátaim vagytok, azt mondja, hogy ti szeretett személyek vagytok, személyes személyiségként, egyenként ti fontosak vagytok az én számomra. Bocsánatot kérek. A legjobb barátom a kutya. Adjunk, hirdeti a televízió, 5 eurót. Nem baj, hogy évente megharap annyi gyermeket. Barátom a kutya. Ja, és az a másik, aki nem evett 2 napja. Jaj, az a másik, akiért a szavadat se emeled fel, bocsánat, többet számba kell mondanom. Az a másik, akiért a szavunkat se emeljük fel, aki ott van bezárva önmagába, barátom a kutya, akit sétáltalok. És jaj, de szégyelem, hogy ki kell mondanom, de szeretném a végletekig érzékeltetni, akit úgy sétáltatok, hogy összeszedek utána mindent. És az anyámért és az apámért. És azért az egyházért, amelyik imádkozik, amely Krisztus teste, amelyiknek tagja vagyok. Azért már semmit, pedig az enyém lesz. Minden, amit ez az egyház tesz, nem kell református testvéreim, megváltsátok és fizessétek a temetőhelyet. Legalábbis, amíg ez a presbitérium lesz, és mi leszünk, addig nem. Nem kell külön adót fizessetek. Hála adományt igen. Jézus felajánlja a partnerségét, mint szeretett személyeknek. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy életét adta, hogy valaki hisz, ő benne el ne vesszen. Van-e valami, drága testvérem, amit hoztál, és nem akarsz hazavinni, amit meg akarsz velünk osztani, amiről úgy érzed, hogy rád bízott az Isten, hogy add át. Véget ér az Isten tisztelet. Együtt imádkozunk, átadjuk közösen Istennek a vágyunkat, de utána, hogy szép szokás ebben a gyülekezetben, kint az udvaron a gyászolóknak, a megemlékezőknek átadhatod a készfogásban azt, hogy érted a fájdalmát. A szót. Megsegít az Isten. Legyünk partnerek. Hogy ne csak az Isten országa, hanem itt Szovátán élő embereknek, családoknak az élete. Legyünk boldog. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 348-as énekünkkel. A 348-as énekünket énekeljük, annak első, második és harmadik versét. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Istenünk, adj erőt, taníts meg bennünket, könnyes szemmel is áldani téged. Taníts meg bennünket, Uram, meglátni a szemétdombon is, ha nő egy szép virág. És az életben, amelyet nem szeretünk, mert nem szép, taníts meg bennünket meglátni a szépséget. Mert ez az élet szép, csupán a szem nem veszi észre. Mert ott van körülöttünk annyi Istentől küldött, megáldott ember, és nem vesszük észre tekintetében az együttérzést, a szeretetet, a megbocsájtást, a hívást, az, hogy szeretne valamit átadni. Uram, te megáldottad az életünket, mert van kenyér az asztalon. Lehet nem mindig olyan fehér. Vagy lehet csak kenyér van, és hiányzik mellőle az, amire vágyunk. De van kenyér. És van lelki táplálék. Nem mindig az, amiről azt gondoljuk, hogy arra van szükségünk. De van egy áldott orvos. Van valaki, akiről hisszük, tudjuk, alászállt a mennyből, és életét adta, hogy ne maradjunk egyedül. És közösséget teremt ígéje és szent lelke által, hogy érezzük, a bánatot is könnyebben hordozzuk, mint terhet, ha van, aki velünk hordozza. Ma ez a gyülekezet együtt imádkozik. Ez a gyülekezet nem fogja elfelejteni azt az asszonyt, testvérünket, kis Ágnest, akiről szép emlékeink vannak. Nem fogjuk elfelejteni, ahogy sietett, hogy Isten tisztelet előtt átadja az újságot, hogy itt legyen Biblia órán, hogy nőszövetségen, ha vendégek voltak, terítse az asztalt. Nem fogjuk elfelejteni, hiszen sokunknak kívánt ő vigasztalást volt ott, és hozott egy szál virágot a temetésen. Nem fogjuk elfelejteni azt a reménységet, amivel élte az életet. Áld meg az ő családjának, gyermekeinek, unokáinak az emlékét. Mert ha nekünk ennyi szép és áldott emlékünk van, akik úgy Isten tiszteleten találkoztunk, mennyi áldott és szép emléke van gyermekeinek, akiket ölébe vett, életet adott, felnevelt, megosztott örömöt, gondot, mennyi emlékük van unokáiknak, akik mindig jó unokák voltak az ő számára. Így kérjük, győztesnek járó koronát adj, hiszen ő hitte, tudta, hogy a jutalom ott, az örökké valóságban lesz az övé. De nem csak a családjáért imádkozunk, hanem te elé visszük egy másik áldott asszonynak az életét, aki annyi vidámsággal, örömmel, bizalommal élte az életet, aki úgy tudott énekelni, ami volt ereje, egészség ebben a kórusban, hogy ragyogott a tekintete. Emlékezünk, Uram, egy asszony testvérünkre,
aki betegen is le tudott hajolni, szolgálni tudott árva gyermekek között. És ha így szerette az árvákat, hogy szerethette az övéit? Ha így tudott szolgálni, azért, hogy legyen öröme örömtelen életeknek, hogy tudott ő a családjában örömöt vinni, az, hogy egy év távlatából is emlékezzenek az ő jóságára. Ne az utolsó napokra, a fájdalmára, hanem arra, amikor úgy szépen és fiatalon úgy jött szobátára, hogy része tudott lenni ennek a közösségnek. És imádkozunk egy testvérünkért, aki az elmúlt héten édesapját temette. Presbiterünk volt, gyülekezetünknek tagja, aki sokat dolgozott. Áld meg a fiút, hogy áldja az ő apjának emlékét. Így kérünk, Uram, légy megemlékező családokkal. Köszönjük szépen a virágokat, amelyek mindig a szeretetet hirdetik. Légy ezzel a gyülekezettel, hogy tudjunk közösséget teremteni. Te általad, te veled. Amen. Elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. Áldott legyen az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imáját. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, kegyelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten visszaadta alkotójának lelkét néhai kis Ágnes testvérünk. Két lányának, Gabriellának és családjának, Gyöngyinek és családjának kívánjuk, hogy legyen áldott édesanyjuknak, nagyanyjuknak emléke. Köszönjük szépen a megemlékező családnak az ő szerettük emlékére adományozott pénzösszeget, valamint az Úr asztalára hozott virágot. Szintén kegyelettel emlékezünk néhai Sebe Vilma testvérünkre, aki egy éve hosszú, de méltósággal hordozott betegség után megpihent. Temetésén, hogy ki volt, láthattuk. Életében is. És hogy most ki ő? Istennek dicsőségében, Krisztus megváltott seregében levő, aki hitünk szerint győztesnek járó koronát kapott, és kívánom özvegyen maradt férjének, kívánom lányainak, Ágnesnek, aki családjával jelenleg Svájcban él, Gyöngyinek, Gyöngyikének és családjának, akik itt vannak az Isten tiszteleten, kívánjuk, hogy legyen mindig áldott
az ő édesanyjuk emléke, és hogy gyógyítsa Krisztus sebüket. Kedves testvéreim, itt kívánunk részvétet, együttérzést Szőcsernő testvérünknek, aki Erdőszent Györgyön elkísérte az ő szeretett édesapját. Azoknak, akiknek nem volt lehetősége, a gyászoló megemlékező családoknak az udvaron átadhatják együttérzésüket, részvétüket. Kedves testvéreim, áldásra várva a 374-es énekünket énekeljük. A 374-es énekünket énekeljük, Úr Jézus, nézz le ránk! Szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.